Sziasztok srácok! Itt első Gyomát köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És mielőtt itt nagyon belemennénk a témába, amit amúgy nyilván láttok már a borítóképből, valamint az indexképből, valamint a címből, gyorsan szeretném leszögezni, hogy ma 12 óra 30-tól lesz egy ilyen talált ki a katonát zene alapján epizód livestream Twitch-en, ami már elég régen volt, és itt a Twitch linkem esetleg, ha nem tudnád. Úgy volt, hogy ma töltöm fel az előző részét, és akkor most jön az ötödik ma, de ez holnapra csúszik, úgyhogy valószínűleg át vagy későbbre, inkább nem mondok semmit, mert lehet, hogy inkább az a Roeri Kruitz-szal szeretnék foglalkozni. Holnapi videóban ezt meglátjuk, úgyhogy nem sokára felkerül a negyedik rész is, YouTube-ra megvágva, aztán az ötödik pedig ma 12 óra 30-tól, és akkor foglalkozom most már tényleg a videó témájával, ami igazából az új princeses emote-ok lennének, amit ugye meg lehet vásárolni a chest-el együtt, egy Legendary King chest-el együtt 3500 forintért. Én amúgy először, amikor megláttam, észre vettem, hogy ezek új emote-ok, hogy őszinte legyek. De ha jobban megnézed, akkor látod, hogy hát ezek bizony új emote-ok. Úgyhogy ezeket fogjuk most megvenni igazából, hasonlóképpen, mint a Giantesnél. Nagyon tetszettek az a videó, amikor megvettem a Giantes emote-okat igazából, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy a Princess-et is megveszem, és videót is csinálok belőle. Meg ugye a livestreambe Twitch-en megkérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e, hogy megvegyem az emote-okat, és neki igen, most én megmondtam. Ha annyira szeretnétek, akkor mi lenne, ha inkább videót csinálnék ebből, mert szerintem ez jobb videó alapanyag, egész időt ki lehet hozni. Aztán pedig ledörült fogunk, ami nem kicsit kéktem mostanában, de nem probléma, még mindig ez a ledördekem. Jep, meg ugye a Royale Recruits-ról is hát lenne mit beszélni szerintem. Elég durva lett ez a kártya, gondolom mindenki szerette, remélem minden több őtnek sikerült megszerezni. De akkor ne húzzuk az időt, vegyük meg az emote-okat. Let's buy the new emotes. Nos, elvileg meg vagyunk. Kész is van? A vásárlás sikeres volt. Na, hát nézzük, ugye a Legendary King Chest az egyik, hanem a legjobb chest a játékban. Itt legalább tudunk választani, és garantált a Legendary. Na hát inkább a Kenora kattintok, mert így több a gold bónuszban. Na itt tök mindegy, mert mind a kettő maxos. Kérdés az, hogy mit fogunk kapni, és ez az, mert pont a Volker gyűjtöm, igaz, hogy lehetett volna több belőle. Na megint olyan jó kamerokat dob be, na még egy kis rare, 3-os 2-es választjuk, ez egyértelmű szerintem. És a Prince is egyértelmű, hogy a Prince választjuk, ez nagyon jó, mert nagyon-nagyon közel van már a 7-es szinthez. És nézzük a Legend Elite-t, ami lehetett volna a Roeri Kruitz ebből a chestből, de hát nem nagyon akarta nekem a dolgot. És én inkább a Lavahondot választom. Inkább a Lavahondot szeretném 4-esre felhozni, mert az egy elég király. És a 4 új emote, és ott van az a kis lájkolós dolog. Pedig amúgy Instagramon ilyen Hunter-ös emote-okat mutogattak már, mint hogy ilyen rajzolt Hunter-ös emote-okat, lehet teljesen csak fanart, de lehet, hogy nem. Ugye voltam már princeses emote-ok, viszont ezek szerintem sokkal jobbak, úgyhogy ki is fogjuk cserélni mindenféleképpen ezt erre. Hát most az összeset használjuk, most igazából lecserélgetem azokat, amelyiket... Várjunk, ezt tudom így vált... Nem, ezt ide rakjuk. Ezt ide rakjuk. És... az ásítósat rakjuk a... ide. Ez pedig ide. Így. Tok. És akkor ugye elmegyünk csatázni, mert természetesen csatákban tudjuk csak használni ezeket az emote-okat. Úgyhogy menjünk egy ladder match-et szerintem. Úgyhogy nézzük meg. Laser Kiss. Fire Monkey. Sok szerencsét kívánok. That's... nagyon hát haver, ez... jó, Electrozard the Survivor.
tökéletes, nem tudott a tornyomhoz hozzáérni. Várunk, várunk. Fontosak a hangok itt ebben az imót dologban, szerintem nagyon jók az új imótok. És amire most kíváncsi vagyok, hogy most ellapozok jobbra. Atya úristen! Ez elég durva. Ez így. Mit lehet lapozni? Ez elég masszív. Hogy mit nem mondjak. Jó, hát ez egy elég érdekes vállalkozás volt a részéről. Miért? Nem tudod, azt hiszem, nyomogatom az imótokat, mert tetszenek. Na. Gyerünk. Mi az Isten? Olyan mondom, ennél randomabb decket nem találtál? És nehogy, ne! Mondd, hogy nem ér oda, mondd, hogy nem ér oda, mondd. Hú. De ez a bombtáveres dolog, ez annyira nem tetszik nekem amúgy. Jó. Ezt nem hiszem el. Kicseszett bombtáver. Tényleg. Jó, ezt ide átcsalogatjuk szépen. Sőt. Hú, de szép volt ez a fireball. És már jöhet a következő. Mondta, hogy freeze is van, léci. Most rockitoz le, léci, vagy bomb tower, vagy valami. A francba. Egy hit. A franc legyen meg. Majd ezt most tudjuk fireballozni, mert fireball cycle-vel fogunk nyerni. Alszeg. Take it easy. Over edge. Fireball. Easy! Ez nem troll decknek vagy én nem tudom ennek a csávónak. Ha tényleg ez a ladder deckje. Vissza. Olyan nézel 900 fölött. Full maxos, nem a balon nem maxos. Istenem, mi ez az ember? Mindegy, inkább ne foglalkozzunk vele, pusoljunk tovább. Na! Jó lenne ebben a seasonben amúgy elérni legalább az 5000 kupát, az szerintem teljesen teljesíthető, de 5200, hát az valószínűleg messze van, de én boldog lennék vele, mert az egy nagyon-nagyon régi célom. 5000 érdekes döntés volt, ha már. Tornádó, tudtam. Gyerünk, Betz. Azt a... Ups. Na. Hát igen, hiába aktiváltam a King Tower-ét, elég elvesztette a fél tornyát, hogy meg is fogalmazzak. Ez most nem tudom, mi ez a push. De remélem működik. Miért az elektrolizálat ölöd? Hagyom. Nem ér annyit ez a mortár.
Most pár ember előtt anyja már. Ó, rakitozni fogja. Vagy az előzőnek volt rakítja neki, nem? Én már nem tudom. Hoppa, ezt megkaptad. Ezt is megkaptad. Hát ezt nagyon jó a motorra, ha nem rak elébe kis mini tankot, akkor betelgetés. Ez pirit, gyerünk. Egy ember nincs is, az is enemi. Srácok, hát mi van veletek? Komolyan mondom. Hol van itt a support? Mondjuk jó, tornádó, köszi szépen. Ha. Annyi. Azt megnyertük. Nem tornádózod össze. Ha én ezt mondom. Hó, leszettük az elcsert. Berakjuk ide. És ezzel már nem tud mit kezdeni. Én meg azzal, hogy két kártyám van egyszerre kijelzve. Na, ez tök jó. Szerintem jók ezek az új módok. Na, még egy utolsó mérkőzés megyünk. És akkor befejezzük már a videózás tulajdonképpen, de ugye még Twitch-en a livestream, ezt ne felejtsétek el, 12.30-tól várok mindenkit. Nagy-nagy szeretettel. Ötös miner, hát de jó vagy. Ez az egy hit. Yes, boldog vagyok. Az a durva, hogy még ebben a pár meccsben ma, amit játszottam, nem nagyon jöttek el, nem Royal Recruits-szal. És hát nem akarom, hogy eljön az idő, hogy mindenki azt a hülye kártyát játszott. És el fog jönni letörön is átveszi a hatalmat már, mint úgy, hogy ezen a szinten. Mert feljebb már ez van. Bizony. Mert ott ugye följebb mindenki gemel, mint az állat, természetesen nem lehet másképp életben maradni. És hát éppen ezért itt azért még nem 5000 kupánál a barbárok. De jó. Nem baj, ez annyit jelent, hogy két itt a hoggal. Meg a Betz. Meg Knight. És nem zeppelte az egészet. Ha. Az utas már, mert ez... Ez durva. Durva tudsz. Csak is bele egyet is boldog lesz. Ez is már mindig nagyon jó amúgy. Ez pét. Az az ötös mind, ez nagyon durva. És az durva, nincs mellé poison. Sajt ezt. Miért csináld? Olyan könnyedén kivédem a... Jön a Canon! Azt hittem legalább egyet belőlük. Azt hittem sose rakja le. Tudtam. Jó. Yes, catched it.
Yes, yes. Mi volt ez a fireball tőle? It's my opportunity. Kill it! Azaz! Oops! Megjöhet a... Megjöhet a... Megjöhet a... Na jó, ezek az emotok. Jó, azért tudom, hogy casual playernek, aki nem tud róla videót csinálni, annak nem éri meg nyilván ezeket megvenni hálózat. Mi? El is tűnt. Eltűnt. Soha többé. Nem is léptem ki. A játékból pedig még másnap reggel, na, 8-9-ig meg lehet venni. Na mindegy, srácok. Ennyi lett volna már ez a videó. Remélem, hogy elnyert a tetszésedet. Ha elnyerte, nyomass egy lájkot. Ha szeretnél még ilyet, azt érez kommentben, valamint egy like formájában, iratkozva, még nem vagy. Kövess Twitch channel, ugye ma live lesz. Facebookon a hírekért, információkért és Instagramon az egyéb képekért és finomságokért. Én Zsovac voltam, találkozunk holnap is. Sziasztok!